Gyere, Csengi! Gyere, gyere! Azaz, gyerünk! Azaz! Azaz, kapcsolj! Rálépsz a deszkára. Aki bejárós, az érkezik reggel. Fogadjuk a portán, szükség szerint segítünk a bejutásba, hiszen a mozgássérültek számára kerekesszékkel nyújtunk támogatást. Aki gyengén látóval, őket kézen fogva, karon fogva, ha szükséges, kísérjük. A szakma szereti úgymond különváltan kezelni a különféle fogyatékokat, és mint egy specifikusan irányulni feléjük. Ebben a házban az a jó, hogy óvodától felnőtt korig oktatást, képzést, nevelést, gondozást, gondoskodást, ellátást tudunk nyújtani. Igazából országosan ebben egyedülálló, hogy ötféle funkció működik ebben a házban, és abban is, hogy mi elfogadjuk azt, hogy valaki nem egyféle fogyatékkal érkezik hozzánk, hanem akár halmozottan sérült. 1982. szeptember 1-én úgy találtunk rá, hogy annak idején még a vakodába az óvodás korúakat csak vakokat vettek föl, tehát halmozottan sérültet nem. Anna nővér viszont ott dolgozott, és ő akkor, miután kiderült ez a hiányosság az országba, akkor gondolkodott azon, hogy létrehoz egy ilyen intézményt. Az iskolai részünkbe érkeztünk, és ahogy arról már szó is volt, a iskolánk egy picit más, mint egy hétköznapi iskola. Nem olyan az osztályterem, nem is olyan nagy, és nincsenek is olyan sokan benne. Ahova most reggel érkeztünk, ez egy napindító kör. A kommunikáció számtalan módján igyekszünk elindítani napot és a hetet. Figyelj, a hangszeren is! 1, 2. 1, 2. 1, 2. 90-ben nekünk ez volt a háló termünk, illetőleg a tantermünk is egyben. Egészen odáig, hogy megépült a középső épület, tehát tulajdonképpen mi a napunk nagy részét itt töltöttük. Szerettünk tanulni, illetőleg szerettünk játszani. A folyosón rengeteget játszottunk, és mindig, tehát emlékszem, hogy mindig mondták, hogy de csendesen, csendesen, mert Anna néni dolgozik. Fehér Anna nővér saját maga is látássérültként tette föl tulajdonképpen az életét arra, hogy vakgyengéllátó gyerekek számára ne csak egy oktatási, hanem egy otthon nyújtó helyet teremtsen. A különlegességét a lelke adja, és a lelke az az alapítótól származó lélek. Pont 26 éve tavasszal jöttem, gondoltam, megpróbálom, hogy milyen ez, és hát amíg nem találok úgymond rendes helyet, itt vagyok addig. És akkor hát először nagyon, nagyon furcsa volt, Anna nővér fogadott, azt se tudtam, hogy ő apáca, meg hogy az intézmény katolikus. Az ember úgy érezte magát, hogy nem egy iskolában van, hanem egy nagy, nagy családi közösségben. Hát nagyon nagy szerepe volt ebben Anna nővérnek. Abban az időben még úgy emlékszem, hogy ő volt a gyámja is a gyerekeknek, tehát akkor lehetett. És olyan példamutatóan csinálta ezt, hogy az ember elleste, eltanulta, és hát a gyerekek meg egy külön csoda, mert a sérülésük ellenére, vagy talán pont azért, hihetetlenül érzékenyek, lelkesek, nyitottak, hálásak. Elsősorban ami vezényelt bennünket,
hogy nem élünk örökké, mulandók vagyunk. Na most hiába van neki egy testvére, egy nővére, én azt nem teszem meg, hogy én elmegyek, és a másikra hagyom ezt a nagy terhet. Muszáj nekik a megfelelő közegbe lenni. A társaságban, ez a legfontosabb. Itt a saját közegében, ugye vannak nem láttok, egymást segítik, meg egyik értelmesebb, mint a másik, az fölhúzza, ugye, tanult tőle, ő ugyanakkor, aki nem olyan, segít, mert van olyan itt az épületben, hogy ugye kerekes-székes modulban van. Na most valami leesik, és lát. A Dina leesik valami, akkor Szilvinek kiabál, hogy Szilvi, gyere, segíts. És akkor Szilvi átmegy, és akkor hova esett, elmondja a Dina, és akkor a Szilvi fölveszi, és odaadja neki. Szóval ez kell, erre van szükségük. Mi az, amit éppen alkotsz? Ebből egy táska lesz, amit én most alkotok, és az eladásra készül. Igen, reméljük ugye, hogy a mű is, és az eladás is sikeres lesz. Ugye nálunk klasszikus értelemben nincs eladás, hanem adományokat kapunk igazából azokért a munkákért cserébe, amiknek természetesen van ára, hiszen van bőven befektetett munka. Azt lehet mondani, hogy hangyaszorgalommal készülnek a termékek ebben a műhelyben. Éve tanulok a Dinával, a kerekesszékes lánykával. Egy időben kerültünk, hát egy fél évvel később jött. Úgyhogy azért is énekel olyan szépen, mert egy kézben nevelődött. És hát szerintem csoda, hogy a kerekesszékben soha föl nem állva ilyen technikával és ilyen szép hangon tud énekelni. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. És ő egyébként a Bérma keresztlányom is. Mivel is foglalkozunk mi most? Időfutár. Időfutár. Ugye milyen izgalmas cím? Igen. Na, hát mi, ki is ez, vagy mi is ez az időfutár? Egy családról szól, akik hát elég sűrűn költözködnek, mert a apukának olyan munkája van, ami mikor hova hívják. Mindenkitől megkérdezem, hogy ki a kedvenc szereplője? Na, Peti? Mind. Schikaneder. Schikaneder? Miért? Hát a színészet miatt. Ja, hogy a színészet miatt. Azért is, mert ugye abból készültem föl. Aha, hát jó. Ez már hútottság. Marikával, meg a Jutkával szoktuk ezt néha így beszélgetni, hogy hát emlékszel, Jutka, amikor még én nálad tanultam éneket, most meg már együtt beszélgetünk a történelemről, meg a tanításról. Abszolút elfogadtak, és partnerként viszonyulnak hozzám, és amiben tudjuk, segítjük egymást. Ugyanez mondható el egyébként a volt diáktársaimról is, tehát én sose szerettem ezt a hú, akkor most nagyon kőkemények vagyunk, és akkor én vagyok a tanár, és neked csönd, stb. Stb. Arra gondoltam, hogy gyakorolnánk a keresztvetést, illetőleg a mi atyánkot. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster quies in celis, sanctificetur nomen tuum. Apád és anyád elhagyhat, de én nem hagylak el soha, olvassuk a Szentírásban. És hogyha ezt próbáljuk erősíteni bennük, akkor nekik egy komoly Isten kapcsolatuk alakul ki, egy bizalmi kapcsolat az Istennel. Az egyik fiatal lányzó, aki úgy nyilatkozott egy alkalommal, hogyha nem lennék mozgássérült, nem ismertem volna meg az Istent, és nem lenne ilyen kiegyensúlyozott az életem. Ezért érdemes és fontos, hogy ezt a szolgálatot úgy végezzük, hogy ne csak mindennel ellássuk őket, hanem hitet és szeretetet kapjanak. Új szövetségi szentírás. Az evangélium Szent Lukács szerint. A gazdagság veszedelme.
Amikor Jézus ezt látta, így szólt. Milyen nehéz bejutnia a gazdagnak az Isten országába? Könnyebb a tevének átmennie a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Erre hallgatói megkérdezték. Hát akkor ki üdvözülhet? Ezt felelte. Amire az emberek nem képesek, azt az Isten megteheti. Teljes szentírást legjobb tudomásom szerint nem írták át Braille-be, részei megvannak. Úgy tudom, hogy az Új Szövetség teljesen, és az Ószövetség egyes könyvei, és az Új Szövetségi Bibliának, tehát annak a résznek a megszületésében, a pontírásos megszületésében nagyon nagy érdeme van Anna nővérnek, mert ő segített ezt megvalósítani, akkor még kinn, azt hiszem, hogy az NDK-ba. Ilyen nagy fiú vagy már. Ők egy osztályba járnak hárman. Sőt, négyen. A Skóti János. Hát ő most nincs itt. Szabadságon van. Rumpli zsák, az vagy? Igen. Minden nap megköszönöm azt, hogy egyrészt vannak munkatársak, másrészt pedig, hogy tudtunk szeretetet nyújtani, tudtunk ápolni, gondozni, tanítani gyerekeket, és befogadni őket a kerületi gyámhivatalban. Főbe Krisztián úr úgy nyilatkozott, hogy nincs egy intézmény Magyarországon, aki mindenkit befogad csak maga. Szerinted neked mi a küldetése? Hát, egyrészt, ez most lehet, hogy furcsán hangzik, de élni ezt a derűvel élni, ezt a sokszor talán nehéznek tűnő életet. Ez az egyik, a másik meg segíteni lehetőségeimhez mérten az embertársaimnak. Mindig a pozitív dolgokra koncentrálni. Ha pedig valami negatív dolog jön, akkor bízva a jó Istenben kérni az ő erejét, hogy ezen a nehézségen segítsen át, és akkor jön egy szebb nap. Fülfogást. Gyere! Ez az. Indul a következő kör. Toljad magad. Jó. Koccanásig menjél, gyere. Érzékelsz valamit? Jó. Még egyszer? Még egyszer.